Rádióegyetem. Bibliai kánon és vallásfilozófia. A görög mitológia történet és a történelmi narratíva. Tatár György előadása. Mindenek előtt egy gyakorlati probléma, mielőtt elfelejtem. Egy hallgató gyengéden figyelmeztetett, hogy notóriós és visszaeső módon állandóan elfelejtem a kötelező olvasmányt meg a mi maguknak, úgyhogy ezt most megtenném. Az egyik, azt fel se írom a táblára, az a Gershom Scholemnek a könyve, egy válogatás, amit az Atlantis jelentetett meg szerintem jó 10 évvel ezelőtt. Ez szerkesztési hibából a gerincén az áll, hogy Gershom Scholem válogatott írások. Ezzel szemben a borítóján mindkét köteten az áll, hogy a kabala helye az európai szellemtörténetben. De tekintve, hogy Gershom Scholemtől magyarul gyakorlatilag semmi más nem jelent meg, ezért könnyen meg fogják könyvtárba találni. És ha már szóba jött, azt mindenképp szeretném mondani, hogy van egy szerintem teljesen primitív kalóz kiadó, amit úgy hívnak, hogy Hermit. Ne jegyezzék meg. Ez kiadott egy kötetet pár évvel ezelőtt, Gershom Scholem, azt hiszem, valami ilyen címe van, hogy a kabala szimbolikája. Ez néhány rendkívül fontos Scholem tanulmány tartalmaz, olyan kétségbejtő fordítási színvonalon, tehát aki fordította, nem tudom ki az egyébként, ott szerepel egy ismeretlen név, valamint szakmailag ellenőrizte valaki, akinek szintén nem ismerem a nevét. Megállapítható már pusztán a tanulmányok címéből, hogy a fordító nem tud németül, nem tud magyarul, és nem ért a kabalához. Úgyhogy az Isten is arra teremtette, hogy ezt ne vegyék kézbe, ha egy mód van rá. Ha mégis megteszik, akkor legalább pénzt ne adjanak érte, mert elképesztő. Tehát marad az Atlantis kiadású kétkötetes Scholem. A másik, amit azt viszont azért fölírom, egy hosszú nevű bácsi, Gerhard von Rád. Ezt az Osiris adta ki két kötetbe, az a címe, hogy az Ószövetség teológiája. Alapjában véve egy teológiai kérdésekkel is foglalkozik, de egy rendkívül jó vallástörténeti összefoglaló. A szerző maga pedig Heidelbergben volt, és egészen kiváló bibliafilológus, evangélikus egyébként. Tehát őt tudnám javasolni. Ha bárki bármilyen okból nem fér eléggé hozzá, csereszabatos, ezt nem írom fel, ez könnyen érthető, egy olyan művel, amit magyar írt, az a neve, hogy Rózsa Huba. És valami olyan címe van, hogy az Ószövetség története. De tulajdonképpen, amit én elvárok valamilyen szinten majd, hogy ismerjék, az a Scholemnek ez a kétkötetes válogatása, amiből hát arra számítanék, hogy legalább 3-4 írást tartalomjegyzék alapján kiválasztanak maguknak, ami különösen érdekesnek tűnik, és azt olvassák el és dolgozzák fel. A másik pedig, mondom, a Gerhard von Rádnak az Ószövetség teológiája. Mielőtt visszakecmeregnénk a kabala általános problematikájához, arra gondoltam, hogy meg egy sztorival, ha tetszik, megvilágítanám, hogy mi tulajdonképpen a Bibliának, mint szentírásnak a helye egy vallási tradíción belül. Tehát azt az összefüggést, amiben elhelyezkedik, ez nyilván egy nagyon hosszú történet lenne, úgyhogy én most csak a kedvenc sztorimat mesélném el maguknak. Ez egy döntő ponton a Talmudban található, és a történet lényegében a következőt adja elő. Ezt tudni kell, de hát ezt nyilván nagyrészt egy elfben mindenki tudja, hogy a talmudi anyagnak, ami hát egy beláthatatlan szövegóceán, körülbelül a teljes szöveganyagnak olyan 70-80%-a úgynevezett halakikus kérdésekkel foglalkozik, magyarul a vallási jog problematikáját elemzi, vallási jogi vitákat ábrázol, vallási jogi döntésekről számol be. Különleges érdekessége az, ez fontos a mi történetünkhöz, hogy az egykori első, második, harmadik századi rabbik, tehát a bölcsek bibliai szöveget értelmező vitái, ők a törvény szempontjából értelmezik a szöveget. Ezekben a vitákban
az esetek nagy részében végül születik döntés. Vagy valaki, valakik érvelésükkel meggyőzik a többieket, hogy igenis nem három gyertyát kell péntek este gyújtani, hanem kettőt. Most mondtam egy ostoba példát. És ezt a leglehetetlenebb bibliai helyekből bizonyítják, amikben általában nem gyertyáról van egyáltalán szó. A lényege, ami valóban izgalmas ezekben a vitákban, mindenek előtt az a forma, hogy a győzelemre jutott álláspont, tehát amikor megszületik a döntés, hogy ez pedig ettől kezdve így lesz, ettől még a talmudi szövegben megmarad a kisebbségi álláspont is. Tehát azt is megismerjük, hogy kik mivel érveltek az ellenkezője mellett. Ennek mindenféle érdekes okai vannak, az egyik egyszerűen az a megfontolás, hogy egyszer még fordulhat a kocka, Isten vagy egy angyal közvetlenül beleszól egy vitába, és esetleg az ellenkező döntést hozza, mint amit a földi bölcsek képesek voltak. Most az a konkrét hely, amire gondolok, az egy hallatlanul izgalmas és érdekes témával foglalkozik. Ennyit ugye mindenki tud, hogy a zsidó vallási tradíció őrült különbséget tesz tiszta és tisztátalan között. Ez egyértelműen rituális értelemben van véve, tehát kizárólag a rituális tisztaság, rituális tisztátalanság között tesz különbséget. Ez ugye a étkezéstől kezdve, mit tudom én mire, gyakorlatilag mindenre vonatkozik. Ezen a konkrét helyen azon vitatkoznak, hogy azt már tudjuk, hogy hogyan kell rituális értelemben tiszta kenyeret sütni. Következésképp a vitából az is kiderül, hogy mi az, amit rituális értelemben egy kenyér tisztátalan, akkor azt kidobjuk és sütünk egy újat, ami rituális értelemben tiszta, tehát fogyasztható. A probléma, amin elkezdenek egy rendkívül hosszú és belemenős vitát folytatni, hogy igen ám, de ha elszúrtuk, és tisztátalan kenyeret sütöttünk. Jó, odáig rendben van, hogy kidobjuk, de mibe süssük utána a rituális értelemben tiszta kenyeret? Magyarul tisztátalanná vált-e a kemence, amiben ezt a kenyeret sütöttük? Egy olyan 30 oldalas vitára tessék elképzelni, nem fogom elmondani, képtelen voltam végigolvasni, bár hallatlanul izgalmas, nagyon bonyolult érvelések vannak benne, de ez csak az előjátéka annak, amit tulajdonképpen el akarok a Biblia helyzetéről egy vallási tradíció keretei között mondani. Nevezetesen, hogy ebben a különleges vitában, mindjárt kiderül, miért különleges, hogy tudnék a kemence tisztátalanná vált, és hogy lehet, hát ugye a kemencét nem tudjuk kidobni a kukába és egy új kemencét készíteni, hogy lehet megtisztítani rituálisan a kemencét, hogy alkalmas legyen rituálisan tiszta kenyér sütésére a továbbiakban. Erről folyik egy hallatlanul hosszú vita, és előáll egy egészen különleges helyzet, ami a talmudi vitákban egyébként nem szokott. Nevezetesen, hogy a vitában részt vesz jellegzetes, hogy mondjam, talmudi túlzás, a tanháznak mind a 200 bölcse. És a megoszlás a két párt között, akik ellenkező nézetet vallanak, egyfelől van Rabbi Eleázár, aki egy bizonyos álláspontot képvisel, elfelejtettem, hogy mit, és vele szemben 199-en képviselik az ellenkezőjét. Na most normális körülmények között, ha ilyen helyzet egyáltalán ki tud alakulni, a Talmudban egyszerűen többség dönt. És attól kezdve kötelező, mindenkire nézve, az a vallási jogi döntés, amit a többség hozott. Itt egy egészen sajátos helyzet áll elő, mert a 199 ember Rabbi Jehoshua vezetésével érvel, elmagyarázza az álláspontját, ez az abszolút többségi álláspont, Rabbi Eleázár pedig konzekvensen makacsul azt állítja, hogy nem. Egyszerűen nem hajlandó engedni, nem győzte meg őt. Ez ugye több mint kétharmados többség, hogy aktualizáljam, amiről beszélünk. Ez gyakorlatilag 100%-os, de a pasi továbbra is köti az ebet a karóhoz, hogy nem, neki van igaza ebben és ebben. Most ilyen teljesen tehetetlen helyzet áll elő, mert hogy hát a viták normális lefolyásában neki engednie kéne egy ilyen elsöprő többséggel szemben, nem enged. A padhelyzetet váratlanul az oldja fel, vagy az oldhatná fel, hogy Rabbi Eleázár kétségbeesésében egymaga áll szemben a több mint kétharmados többséggel, azt a váratlan dologra
folyamodik, váratlan dologhoz folyamodik, hogy közli, hogy ha nekem van igazam, mondja ő, akkor az a Szent János bogárfa, ami ott áll a tanház kertjének a közepén, menjen 20 métert. Nem tudom, bele tudnak-e gondolni, magyarul isteni közbeavatkozást kér. Tehát csodát kér, ami bizonyítaná az ő igazát, az összes többiek teljesen csodaszerűtlen, ám rendkívül mélyen argumentatív érvelésével, bizonyításával szemben. Mit tesz Isten? A Szent János bogárfa kimászik a földből, lerázza a gyökereiről a földcsomókat, és elgyalogol a gyökerein lassan 20 métert. Én nem tudom, hogy maguk egy ilyen, még egy nagyon érdekes megjegyzés, hogy amit az előbb úgy fordítottam le, hogy ha nekem van igazam, ugye ezzel kezdte Rabbi Eleazar, ez a talmudi nyelven úgy hangzik, hogy imhahala hakamoni, ami magyarul tulajdonképpen szó szerint azt jelenti, hogy ha a vallásjog olyan, mint én. Ez egy nagyon szép, rendkívül sokszor ismétlődő formula ilyen talmudi vitákban. Na most nem tudom maguk, hogy reagálnának egy ilyen helyzetben, valakivel vitatkoznak, mire az azt mondja, hogy neki van igaza, és ezt az is bizonyítja, hogy a Szent János fa, stb. És tényleg. Minden esetre fölteszem, hogy nagy megrakanyodás van a tanházban, és akkor Rabbi Jehoshua mond egy hallatlanul bölcs, egyszerű, az ellenpárt vezetője, azt mondja, hogy a Szent János kenyérfa nem bizonyíték. Na most nem érv, egész szó szerint ezt mondja, de ez ugyanaz a szó ebben a nyelvben. Na most ez hallatlanul érdekes. Egyrészt természetesen önmagában igaz, de hát azért lássuk be, hogy problematikus. Fogalma nincs a jelenlevők közül, merné-e valaki egy ilyen helyzetben ezt válaszolni, én biztos nem. De ők megtették, amire az elkeseredett Rabbi Eleazar azt mondja ismét, hogy ha nekem van igazam, azaz ha a vallási jog olyan, mint én, akkor ez a folyó, fogalmam is milyen folyóról van szó, az egész vita ugyanis Bnei Brakban zajlik, és szerintem ott nincs folyó, de lehet, hogy az ókorban volt. Ha nekem van igazam, akkor ez a folyó forduljon meg. És mit tesz Isten? Mindenki szeme láttára az addig békésen folyó folyó megáll a folyásban, majd elkezd az ellenkező irányba folyni. Általános megrökönyödés, gondolom most már mindenki kitalálja, hogy némi tűnődés után Rabbi Jehoshua mit válaszol, és azt mondja, hogy a folyó nem érv. Akkor már tényleg nem nagyon tud a Rabbi Eleazar, hogy mondjam, csodát csodára halmozni, de még bedobja azért a nagy ászt, és ugye ülnek ebben az óriási tanházban, hogy elképzeljük, hogy 200 ember, hát az jókora lehet, és a következő mondat jön ki Rabbi Eleazar száján: ha nekem van igazam, dőljön össze ez a tanház. Na most innentől a szöveg gyönyörű, megpróbálom emlékezetből szó szerint fordítani, és a tanház falai elkezdenek bedőlni. Még együtt van, de hát próbálják elképzelni, ott ülünk 200-an, és a tanház falai elkezdenek bedőlni. Ekkor felemelkedik Rabbi Jehoshua, fenyegetően felemeli az ujját, és a következőt mondja a falaknak. Szó szerint így hangzik, ti ebben ne szóljatok bele. Ennek a résznek a záró mondata nagyon szép, úgy hangzik, hogy és a falak megálltak dölésükben, Rabbi Jehoshua iránti tiszteletük jeléül, ám nem egyenesedtek ki Rabbi Eleazar iránti tiszteletük jeléül. Mondanom se kell, ez az, amikor ugye egy szövegben általában az a fordulat van, hogy és úgy állnak a tanház falai mind a mai napig. Most ez a tökéletes patthelyzet áll elő, és most jön egészben a poén, megszólal a mennyei hang. Tehát az égből egy tisztán csengő hangot hallani, zárójelbe jegyzem meg, mert nem tartozik ide, de érdemes tudni, hogy ugye tulajdonképpen a talmudi kor elején vagyunk, már a korai kereszténységgel egy időben, a kort az jellemzi, egyébként mind a zsidó, mind a keresztény tradícióban, hogy nincsenek proféták. Ez fontos, a profécia kora véget ért. Ugye a profécia az a kor,
amikor Isten egészen közvetlenül beleszól mindenbe a proféta szájával. A proféta ugye nem a saját dumáját mondja, hanem egyszerűen csak Isten szájaként funkcionál. Nincsenek már proféták, a talmudi korban, a talmudban időnként felbukkan egy helyettesítője Isten közvetlen beleszólásának, úgy hívják, hogy bat kol, amit hát szó szerint körülbelül úgy lehetne magyarra fordítani, hogy a hangleány. Ez érdekes, nem tudjuk mi az oka, női hang, ami az égből megszólal, és ezt a szövegek egyértelműen isteni hangként azonosítják. Na, ebben a mi szörnyű és kilátástalan padhelyzetünkben, amit kialakult, megszólal a menyei hang, és azt mondja, hogy hát nem látjátok, hogy Rabbi Eleazar beszéde, az élő Isten beszéde? Egy kérdő mondat. Teljesen logikus, három ekkora csoda után a menyei hang kicsi elveszti a türelmét, és felhívja arra a figyelmet, hogy mi a fenén gondolkoztok még, hiszen teljesen nyilvánvaló, éppen a csodákból, amikhez nyilván Isten adja a hatalmat, hogy az élő Isten Rabbi Eleazarral ért egyet. Tehát egymagának igaza van a többi 199-el szemben. Ekkor feláll Rabbi Jehoshua, és egy halhatatlan mondatot mond, rendkívül sokat idézik legkülönbözőbb valláselméleti fejtegetésekben. Mondom először héberül, mert egy szó az egész. A Rabbi Jehoshua felnéz az égre, és azt mondja, hogy lo bashamayim. Ami szó szerint annyit jelent, hogy nem az égben van. Ugye az világos már magából a hangulatából a dolognak, hogy visszautasítja a menyei hang közbeavatkozását, de a frappáns a dologban az, hogy ez a bizonyos lo bashamayim nem az égben van. Ez a mondat, ez bibliai idézet. Egészen pontosan a Mózes második könyvéből idéz, ahol a Szinái kinyilatkoztatás, ami ugye számtalan fejezeten keresztül folyik, hogy a lángban álló és dörgő Szinájhegy tetejéről Isten diktálja a szövetség törvényeit, tulajdonképpen a vallási jogot megalapozó törvényeket. Többször is előjön az a szöveg, ellenőrizzék, ezt érdemes megnézni, pontos fejezet és versszámot nem tudok mondani, de kikereshető a fejezet felcímek alapján egy ismétlődő szöveg, hogy Isten szövege kvázi refrénszerűen egy-egy rész után úgy ér véget, hogy és senki, mármint aki hallgatja, értsd, elvileg ugye egész Izrael népe ott áll a Szinájhegy lábánál, senki ne mondja azt, hogy honnan tudjuk, hogy mit kell cselekednünk. Nem magas hegyek armán rejtettem el, hogy fel kelljen másznotok oda érte, hogy lehozzátok. Nem a, mit tudom én, az Operenciás tenger túlsó partján van, hogy át kellene úszni, hogy lehozzátok. És itt van az egyik ilyen mondatban, hogy nem az égben van, hogy azt mondjátok, kicsoda hozza azt le nekünk, hanem közeletekben helyeztem el a szívetekre és a szátokra, stb. Tehát, hogy veletek van a törvény. A teljes szöveget, amit most mondtam, a hagyomány úgy értelmezi, ahogyan itt egészen radikálisan ugye Rabbi Jehoshua fogalmazza meg, hogy nem az égben van. Addig Isten beleszólhat, változtathat, stb. Az általa megfogalmazott törvényen, amíg még nem adta oda. Addig ugyanis az égben van. És valóban kicsoda mászna fel oda, hogy lehozza nekünk. A bibliai szöveget, hogy nem az égben van, hanem a közvetlen közeletekben, a szívetekbe helyeztem és a szátokba adtam ezeket a szavakat, ezt ezen a helyen Rabbi Jehoshua természetes módon úgy értelmezi, hogy de attól kezdve, hogy odaadtad, attól kezdve a miénk. Ez kvázi itt a Szentírás egészére, tehát a kinyilatkoztatott szövegre magára vonatkozik, hogy mi így értjük. Odaadtad, jogunk van úgy érteni, ahogy természetesen ebben az esetben a többségi határozat végig gondolva a dolgot érti, nem szólhatsz bele többé. Nem tudom, világos-e a dolog, és hát ha egy mondatban összekarjuk foglalni, hogy mi történik ebben a jelenetben tulajdonképpen az történik, hogy valaki az írott kinyilatkoztatást idézi Istennel szemben.
Tehát tulajdonképpen az a fő érve, hogy ezt mondtad, azt mondtad, hogy nem az égben van, akkor ne szólj bele az égből, hogy pontosan milyen jelentések, milyen vallásjogi következtetések vezethetők le belőle. Ezt úgy elmélkedésül javaslom, mert nem nagyon van róla így kapásból több mondani valóm, borzasztóan fontos. Abból a szempontból, hogy valamit az ember megsejtsen arról, hogy egy még, hogy mondjam, érintetlenül és sértetlenül vallásos vallási közösség az őt alapító kinyilatkoztatott iratot tulajdonképpen hogy érti, tehát milyen összefüggésben helyezkedik el. Bizonyos értelemben ugyanis itt indul el az a hosszú-hosszú folyamat, amiről a későbbiekben mindenképpen szeretnék beszélni, amit úgy lehetne jellemezni, hogy a Bibliában leírt történetek, ha olvassuk, azok ugye egyértelműen Isten és ember különböző találkozásairól számolnak be. Attól a pillanattól kezdve, hogy a Biblia, tehát ez a kinyilatkoztatás kanonizált szöveggé válik, bármit is jelentsen most a kanonizáltság, fokozatosan előáll az a helyzet, hogy a Istennel való találkozás színhelye az maga a szöveg lesz. Tehát nem a szövegben leírt narratíva, az beszámol Isten és ember tényleges, hogy mondjam, praktikus történeti találkozásairól. Ez fokozatosan egy úgynevezett szövegközpontú vallási közösségben, és a maga módján a zsidóság teljesen ilyen, a kereszténység jelentős mértékben ilyen, nevezzük így szövegközpontú vallási közösség. Előáll az a helyzet, csak elismételni tudom, amit az előbb mondtam, csak ez nagyon fontos, hogy az ember és Isten közti találkozás színhelye egyszerűen a Biblia olvasása lesz, ha tetszik. Tehát a szöveg maga bizonyos értelemben Isten helyére áll. Ennek, ha tetszik, a metaforikus kiinduló pontjait Rabbi Jehoshuának ez a kőkemény megfogalmazása, ahol egy bibliai idézetet szembeszegez Istennel. Nem az égben van, mert odaadtad. Addig az égben volt. Tehát, hogy mondjam, eredetileg a tiéd volt, de most már a miénk. Körülbelül ez így lehetne. Csak a poén kedvéért, hogy lezárjam a sztorit, később a Talmudban a narratíva még odáig folytatódik, hogy az egyik résztvevője ennek a Bnei Brakban lezajlott vitának, egy második századi bölcs, állítólag viszonylagos rendszerességgel szokott találkozni Illés profétával. Ezek nem megbeszélt randik, hanem mondjuk, hogy mondjam, sétálgat csavarog a tengerparton, egyszer csak kijön szembe Illés proféta vele, ez viszonylag gyakran előfordult. De most is éppen ez történik, megjelenik Illés proféta, a bölcs megkérdezi, hogy hallott-e erről az érdekes történetről, erről a vitáról, amit itt az imént elmeséltem, mire kuncogva mondja Illés, hogy hát, nem csak, hogy hallottam róla, ott voltam, amikor történt. És tényleg, és az öreg mit szólt hozzá, kérdezi a rabbi, amire, gyakorlatilag itt ér véget a sztori, Illés vigyorogva azt válaszolja, hogy nagyon jót nevetett a bajusza is a szakálla mögött, és azt ismételgette, hogy gyermekeim legyőztek. Ez a teljes sztoria, amit mondom, arra próbáltam elmesélni maguknak, hogy egy adott, még egyszer mondom, szövegközpontú vallási közösségben hol helyezkedik el a bibliai szöveg, tehát milyen összefüggésben helyezkedik el. Visszatérnék a előző alkalmakkor már elkezdett kabaláról szóló, bizonyos értelemben még mindig bevezető szöveghez, de azért most már közelebb fogunk jutni. A vázlataim szerint ugye körülbelül ott hagytuk abba, ahol arról próbáltam maguknak mesélni, hogy mennyire problematikus egyrészt önmagában az, hogy a kabala tényleg misztika-e. Ezt ugye úgy próbáltuk ellenőrizni, hogy vettünk néhány kvázi definícióját a misztikának, és el sem jutottunk odáig, hogy ez a kabalára igazán stimmel-e. Az igazi probléma az, amit elmondtam, hogy a misztikát egyszerűen nem tudjuk definiálni. Volt ugye a Szent Tamás féle lehetséges megfogalmazás, az Istenről való tapasztalati tudás, aminek nem egy rossz
megközelítés, ráadásul annyira elvont, hogy áll a kabalára is természetesen, meg a keresztény misztikára is. Az igazi probléma velük az, hogy a Istenről való tapasztalati tudás fogalma az nyilván szükségképpen Istennel közvetlenül valamiféle kapcsolatban álló embert kéne, hogy jelentsen, és akkor hát Dögivel elkezdtük sorolni például azokat a bibliai alakokat, akik nyilvánvalóan elég közvetlen kapcsolatban állnak Istennel, Mózestől a profétákig. Egyik, mindannyian érzékeljük, hogy ezek nem misztikus figurák semmiféle értelemben. Dacáran annak, hogy valóban elmondható, hogy a bibliai szöveg tartalma szerint ők egészen közvetlen kapcsolatban állnak Istennel. Most a egyetlen használható dolognak számomra az tűnik, amivel persze egyben ott is hagyjuk a kísérleteket a misztika definiálására, hogy amit a Gershom Scholem ezzel kapcsolatban, nem ebben a magyar kötetében, hanem az egyik főművében próbál körülrajzolni, hogy ha azt nem is tudjuk megmondani, hogy pontosan mi a misztika, de érdekes módon negatív képünk van róla. Azt meg tudjuk mondani, hogy mely az a Scholem szerint kettő vallástörténeti szituáció. Tehát a vallások egyetemes történetében két olyan történelmi szituáció van Scholem szerint, amikor semmiképpen nem születhet misztika. Tehát, hogy mondjam, nemlegesen van képünk a dologról. Nyilvánvaló, hogy a misztika amennyiben megszületik, egy vallás meghatározott stádiumában születik, ő kijelöli, mármint Scholem, melyik az a két vallástörténeti stádium, amikor biztosan nem. Tehát két olyan korszakot ismerünk, amikor nem lehetséges. A misztika létrejötte. Az első, nagyon szépen fogalmazza meg, tulajdonképpen úgy fogalmazza meg, hogy amíg a világ maga tele van Istennel vagy istenekkel, addig minden nemű, misztikus törekvés, misztikus extázis nélkül, hogy mondjam, lehet velük elegyedni. Tehát magyarul, hát ezt az ember, mit tudom én, Homéroszon látja a legjobban, hogy a világ tényleg tele van legalábbis emberfeletti lényekkel, istenekkel, mit tudom én, szatírokkal, szilánoszokkal, nimfákkal, ami egyáltalán az embernek eszébe jut. Ezeknek egy része ugye nem isteni lény, de mindenképpen emberfeletti lénynek van elgondolva. Tulajdonképpen Homérosznál ez ugye úgy néz ki, hogy ha valaki, nem tudom, egy erdő mélyén egy tisztásra ér, és hogyan vizet merít a csöbrébe a forrásból, és mondjuk kiitta és elhajítja ezt a csuprot, ami a kezében van, akkor van rá egy körülbelül 60%-os esélye, hogy telibe talál vele egy istent, vagy valamilyen isteni. Én egyszerűen, mert Dagivel vannak, szóval a valóság maga, legalább egy kentaut eltalál vele, szóval valakik vannak mindig a környéken. Most ha ezt magyarra átfogalmazzuk, akkor kicsit is, hogy mondjam, teológiaibb nyelvre. Ez annyit jelent, hogy az istenek, illetve az isteni lények és az ember között a különbség és távolság nem akkora, hogy misztikus erőfeszítést igényelne akár a szó érzelmi, akár a szó intellektuális értelmében a velük való találkozás. Hogy mondjam, az ember akkor is találkozik istenekkel, ha éppen ez nem áll szándékában. Ami mondjuk erősen különbözik a misztika felfogásától. Hát még egy kicsit élesebbre és érthetőbbre fogalmazva, arról van szó, hogy Isten és ember között nem olyan iszonyú szakadékszerű a különbség, hogy ezt a szakadékot külön erőfeszítéssel valahogy át kellene próbálni lépni. Egyszerűen jelen vannak, Homérosz eposzaiban látjuk a legjobban, viszonylag könnyű istenekkel találkozni. Ugye teljesen világos, hogy amit most leírtunk, az a mitosznak a világa. Tehát magyarul a tisztán mitikus világ a vallástörténeten belül az a vallástörténeti korszak, amikor misztika nem keletkezhet egyszerűen azért, mert semmiféle tényleges szüksége nincs annak, hogy ilyesmi létrejöjjön. Erről fogunk még beszélni a mitikus világnak a jelenlétéről ebben az egészben. Ezt szokás úgy jellemezni, hogy Isten és ember találkozásainak színtere, színhelye egyértelműen a természet. Nem véletlen, hogy az előbb ezt a példát használtam, hogy
valaki kisétál a poliszból, és a város szélén már határozottan megnövekedtek az esélyei, hogy valami isteni lénnyel szembe akadjon. Ami ebből fontos, hogy az Isten és ember találkozásának a színhelye a mitikus világ számára a természet, ez mindenek előtt azt jelenti, hogy vagyis nem a misztika a találkozásnak a színhelye, nem egy írott kinyilatkoztatással való, hogy mondjam, erősen intellektuális foglalatosság, még filozófiaibb és még absztraktabb nyelven fogalmazva, Isten és ember találkozásának a színhelye a mitikus világ számára nem a szellem, hanem a természet. Tehát egyszerűen ligetek, források, erdőméje, dodonai tölgyfa, mit tudom én, ezt már végtelenségig lehetne sorolni. A Bibliával szembesítve akarjuk megfogalmazni, akkor azt mondhatjuk, hogy Isten és ember találkozásának színhelye a mitikus világ számára a természet, szemben a történelemmel. Ez egy rendkívül kemény és nehezen átgondolható probléma, akárcsak, amit az előző alkalommal emlékeznek a homéroszi himnuszok kapcsán próbáltam mondani, ilyenekben fogható meg legélesebben a különbség. A Biblia számára, az egész bibliai világ számára a színhely, ahol most tartalmilag értem a Bibliát, tehát a bibliai narratíván jól látható, a színhely, ahol ember és Isten találkozik, az a történelem. Egyszerűen, ha elkezdjük előről olvasni a Bibliát, ugye az első pillanattól kezdve, korai nagybirodalmak merülnek fel, köztük vándorló nomád nép, azoknak a harcai, és így tovább, amiket Isten ígér, és hun teljesít, hun nem teljesít, azok történelmi ígéretek. Effektíve az emberi történelemre vonatkozó, tehát teszem azt, hát egyszerűen fogalmazva, ugye pártfogást ígér háborúk esetére egy népnek, gazdag termést ígér egy népnek engedelmeskedés esetén, sikeres honfoglalást ígér. Tehát egyszerűen Izrael országát, ugye a földrajzilag a mai Palesztinát, a Bibliában Isten jelöli ki. Ez nem egy olyan típusú honfoglalás, ahogy a Bibliában le van írva, ahol, hogy mondjam, addig megyünk, amíg nem találunk egy olyan helyet, amelynek, hogy mondjam, legelője kövér, mondjuk. Szóval, ahol jól lehet élni, vagy vannak elfoglalható városok, stb. Abszolút egyértelműen. Ugye a Bibliából talán ennyire mindenki emlékszik, emlékeznek arra, hogy már Ábrahám elhivatása Mezopotámiából, úrvárosából, az is úgy történik, hogy hagyd el hazádat, hagyd el népedet, hagyd el klánodat, részletesen van sorolva egyszerűen mindent, úgyhogy ezek után már csak néhány száz ember indul útnak, és menj arra a helyre, amit én fogok mutatni neked, mondja Isten, és a bibliai összefüggésből teljesen világos, hogy ez Kánaán, ahova elvezeti, csak ugye konkrétan Ábrahámnak még nem ajándékozza oda ezt a földet, hanem itt mindenféle csavarok jönnek, Ábrahám, Izsák, Jákob 12 fia, a néppé sokasodó Izrael Egyiptom belsejében, akkor Isten átveszi ugye az irányítást, kivezeti őket Egyiptomból, és röpke 40 éves vándorlás után arra a földre vezeti, amit egykor Ábrahámnak mutatott, hogy ez lesz az a föld. Ezzel az egészen csak azt akarom mondani, hogy itt valami egészen más történik, mint ami a mitoszok ismeretében, amilyen képet a mitikus világról kialakítunk magunknak. Ha már szóba jött ez a történelemhez való viszony, akkor mindenképp szóba kell hozni. Effektíve az időfogalom, amiben a Biblia gondolkozik, az a radikálisan különbözik a mitoszok mitikus idejétől. Nagyon nehéz, számunkra a legnehezebb megfogalmazni, hogy a mitikus idő tulajdonképpen micsoda. Erre én egy nagyon frappáns dolgot tudok mondani. A 18-19. Század vallástörténészei nagyon sokat gondolkoztak azon, teljesen jogos kérdés, nem tudom, magukban felmerült-e, de ez egy jogos, nagyon izgalmas kérdés, hogy mi a frász okozza azt, hogy például a görög mitológiában egyértelműen Isten nemzedék, egymást követő Isten nemzedékekkel állunk szemben, ahol egyik Isten nemzedék egyet genealógiailag felváltja a megelőző Isten nemzedéket, ráadásul hatalmi értelemben is felváltja. Tehát olyan, mintha egy történelem lenne, csak speciál ennek a történelemnek a hősei zömmel istenek.
Nem mind, vannak itt titánok, meg egyéb szörnyetegek is, különös kedvenceim a százkarúak, de azért alapjában véve ez megfigyelhető, ugye a két legősibb mű, ami ránk maradt, az egyik a filológia mai állása szerint egy kicsivel régebbi, a két homéroszi eposz. Most ne menjünk bele abba a kérdésbe, hogy ki írta, mikor írta, és hogy egy ember írta-e a kettőt. A másik Hesiódosz. Gondolom iskolában őt is tanítják, és Hesiódosznál ugye a két mű közül mindenek előtt az Istenek születésére gondolok, aminek görögül egyszerűen genealógia a címe. És ott aztán tök világos, mert ott a káosztól elkezdve nemzedékről nemzedékre leírja az Istenvilág, hogy mondjam, kialakulásának történetét, és részben a valamennyire a későbbi történetét is. Általában ugye vászszerűen, ennyire gondolom mindenki emlékszik a görög mitológia első megfogható Isten alakja, ugye Uranosz és, hogy mondjam, familiája. Ebből ő az égisten, ő uralkodik nagyon sokáig, említettem az Uranosz, egyszerűen eget jelent, égboltot. Van ennek egy gyereke, akit történetesen Kronosznak hívnak, Kronosznak nem tetszik Uranosz hatalma, bizonyos testvéreivel összefogva ugye megdönti, igen gusztustalan módon, apu uralmát, és attól kezdve Kronosz és klánja, Isten klánja uralkodik, és ez így egészen ugye addig tart, amíg végre Zeus vezetésével az olimposzi istenek veszik át a hatalmat. Na most a mi tökéletesen filozófiátlan történettudományi szemléletünk szerint, hát mi a fene oka lehet ilyen típusú nemzedékváltásoknak, uralomváltásokkal egybekötve egy vallástörténetben? Hát erről az ember józan ésszel azt szokta gondolni, hogy ennek csak valami olyan oka lehet, hogy valami párhuzam van a mitológia története és az emberi történelem között, amiből hát józan ésszel azt következne, hogy vagyis volt egy, hogy mondjam, Uranosz hívő társaság, ezt jól elagyabugyálta és hatalmától megfosztotta a Kronosz hívő, Kronosz kultusz gyakorló társaság, majd jöttek a Zeus, olimposzi istenei, tehát az égi isten, a Homérosz ugye égi isteneknek nevezi őket, nem tudom milyen kifejezést használják, a nekik drukkoló új történelmi csoport. Tehát, hogy valamilyen párhuzamba állítható, ugye ez világos, mint feltevés. Ez egy élő vallástörténeti felfogás volt a 19. században. Ma már ezt tulajdonképpen komoly ember nem gondolja, úgyhogy a tankönyveinkben változatlanul ez van, vagy legalábbis nagyon erősen ezt sugallja minden könyvünk. Ezzel összesen két probléma van. Az egyik a viszonylag egyszerű probléma, az ég világon semmi nem támasztja alá. Borzasztó plauzibilisen hangzik, de semmi nem támasztja alá, különösen súlyosan nem támasztja alá, ha egyes mitológémákat kezdünk el önmagukban vizsgálni. Tehát mitikus történeteket, amiket teszem azt a görögök leírtak vagy meséltek egymásnak, ugyanis akkor valamiféle ilyen történelmi időiséget a mitoszon belül is feltételeznünk kellene. Ugye, mert mi tulajdonképpen ezzel azt állítottuk, hogy voltak a történelemben olyan emberi csoportok, amelyek Kronosz kortársai voltak, mert ez máshogy nem értelmezhető, és őket fölváltja egy másik, későbbi társaság, amelyik értelemszerűen Zeus és az olimposzi istenek kortársa. Na most az egyes mitoszokon belül vizsgálva, ugye mit jelent ez? Például azt jelenti, hogy feltételezünk olyan történelmi kort, hogy volt ezek szerint olyan történelmi korszak, amikor mondjuk Kronosz már megfosztotta Uranoszt a hatalmától, már ő uralkodott, de Zeus még nem született meg. Próbáljanak belegondolni. Magyarul a történelmi narratíva, tehát a történelem mintájára gondoljuk el a mitikus világnak a történetét és kialakulás történetét, akkor ilyen problémák jelentkeznek, hogy minden, tehát semmi nem támasztja alá, minden eddigi elérhető ismeretünk alapján, ez most nagyon fura lesz, amit mondok, de kötöm az ebet a karóhoz, olyan soha nem volt, hogy egy adott istennek a teljes, hogy mondjam, felmenő ága és leszármazási ága ne lett volna. Nem tudom, világos-e, tehát ez eleve ezek között, a rokonsági viszonyok között léteztek. Egész egyszerűen azért, mert a mitikus időnek a saját
a mitológiának, a mitikus világnak a saját belső ideje teljesen más idő, mint amit mi történelmi narratíva időként tapasztalunk és el tudunk gondolni. Ebből kétségkívül nagyon súlyos következmények adódnak, amiket mi nem tudunk elgondolni, de én ennek ellenére szeretném a figyelmet felhívni. Tulajdonképpen jelenlegi ismereteink alapján minden jel arra mutat, hogy a mitológia egy csapásra jött létre. Itt közbe ékelném azt a finom, de teljesen érthetetlen megjegyzésemet, hogy egy csapásra jött létre, de nem tudjuk, mennyi ideig tartott ez az egy csapás. De a lényeg az, hogy a mitológia minden jel szerint, vagy legalábbis nem tudjuk az ellenkezőjét, nem fokozatosan jött létre, amit a történelmi megismerésünk sugallna. Egyetlen hasonlatot tudok mondani, az ezzel a problémával behatóan foglalkozó Schelling állandóan, szerintem teljes joggal egy párhuzamot hoz, a nyelv. A nyelvvel állunk ilyen módon, hogy ugye ma minden tankönyvünk és minden, amit egyáltalán olvasni tudunk tudományosan a dologról, hát azon kívül, hogy nem tudom, észrevették-e, de hát a nyelvtudományt az jellemző, hogy görcsösen kerüli ezt a kérdést. Legjobb tudomásom szerint, ha valaki a nyelv keletkezésével kezd el nyelvészként foglalkozni, az 3 nappal később már nem tagja a nemzetközi nyelvésztársadalomnak. Egyszerűen diszkvalifikálja magát tudománytalan kérdéssel, vagy legalábbis tudományosan megoldhatatlan kérdéssel foglalkozik. Ennek nagyon egyszerű oka van, ugye mi azt tanuljuk kiskorunktól kezdve, tehát mondom, maguk is ezt tanulták, hogy a nyelvek fokozatosan jöttek létre. Na most ebben az ember annyira plauzibilis, hogy nem szokott belegondolni, hogy hogy képzelendő el egy nyelv fokozatos létrejötte. Először is túl azon, hogy az égvilágon semmi nem támasztja alá. Szeretném hangsúlyozni, hogy tapasztalatilag élő ember még nem találkozott félkész nyelvvel. Nem alakuló félben lévő nyelvvel. Szóval nem is tudjuk tulajdonképpen elgondolni, hogy mit jelent ez. Van már benne így, de még nincs főnév, vagy hogy ez hogy értendő? Jó, fokozatosan. Teljesen nyilvánvaló, hogy van egy nagyon erős analógia. A strukturalizmus óta, amióta lényegében az a nyelvészeti szemlélet jutott, hát tulajdonképpen uralomra, tehát dominánsá vált, és a mai napig tulajdonképpen teljes joggal ennyi maradt a strukturalizmusból, mióta kiderült, hogy az egy világmagyarázó elvnek nem alkalmas, de a nyelvekhez való viszony tisztázására nagyon jól alkalmas. Mindenek előtt ugye azt tanuljuk az egyetemen például, hogy a nyelv rendszer. Most a rendszer az, amivel problémánk van, amikor el kell gondolni a rendszer fokozatos keletkezését. Ugye ez mindenképpen azt jelenti, hogy hosszú fázisokon megy keresztül, amikor még nem rendszer, de fejlődésének egy bizonyos csúcspontján összeáll rendszerré. Gondolom, ez világos, amit próbálok mondani. Következésképpen, mivel ez egy nyilvánvaló marhaság, ha nyelvnek nevezzük, attól a pillanattól kezdve rendszer kell, hogy legyen. Tehát összefüggő egész, aminek valamennyi eleme valamilyen módon kapcsolatban áll egymással, és együtt működik az egész. Ennek a fokozatos létrejötte nem világosan elgondolható. Soha senki még úgynevezett, hogy mondjam, hát nem csak félkész, primitív nyelvvel igazából nem találkozott. Tehát minden nyelv teljes, amit mi egyáltalán meg tudunk ismerni. Ehhez ráadásul még járul néhány, szerintem szinte tökéletesen megoldhatatlan probléma. Ugye ezeknek az egyik legnagyobb kutatója Wilhelm von Humboldt volt, aki járt Észak-Amerikában és megtanulta az ott akkor még vidáman legelő préri indiánoknak a nyelveit. Legjobb tudomásom szerint Humboldt körülbelül 200 nyelven tanult meg. Most ez egy óriási lakatlan területet tessék elgondolni, amiben, hogy mondjam, szabadon vándorolnak az irokézek, meg az apacsok, meg a mit tudom én, micsodák. Ezeknek a nyelveit tanulmányozta, és megállapította, hogy minden törzs más nyelven beszél, akiket ő megismert, és, ami ennél is sokkal fontosabb, ezek a nyelvek nem rokonai egymásnak. Ez egy izgalmas probléma. Ezt így inabstraktó el tudjuk gondolni, abban a pillanatban, hogy konkrétan megpróbáljuk elgondolni, abban a pillanatban nem megy. Hogy ez most mi értendő ez alatt. Tehát van már 25 főnév, 25 ige, ezek rendszert alkotnak, és van a képzőink is, majd ez elkezd szaporodni. Szóval, mert ezt tanuljuk. Nekem ezek ugyanolyan logikájú dolgoknak tűnnek, mint hogy mi egészen magát értetődőnek tekintjük, hogy például a vallástörténeti fejlődés a világtörténelemben úgy néz ki, hogy
először van politeizmus, hogy miért arról fogalmunk nincs, utána ebből létrejön a monoteizmus, miért fogalmunk nincs, majd az ateizmus. Hát körülbelül ez a vallástörténeti fejlődés kép. Ugyanez vele a probléma borzasztó plauzibilis. Egészen addig, amíg az ember el nem kezd belegondolni, hogy már ugyan miért és hogyan jönne létre például a monoteizmus a politeizmusból. Mi a fenétől? Szóval sokan lopták. Az egyetlen plauzibilis poén ezzel kapcsolatban ismeretes módon Nietzsének a poénja, aki azt írja egy helyen, de tényleg hülyeskedve, hogy hát a monoteizmus nyilvánvalóan úgy jött létre, hogy eredetileg politeizmus volt, majd az istenek egyike kiállt a többi elé, gondolom az Olimposzra, teljesen mindegy, és mennydörgő hangon közelte, hogy én vagyok az egyetlen isten. A többiek pedig, mondja Nietzsche, halálra röhögték magukat, és így előállt az a helyzet, hogy valóban csak egyetlen isten maradt. Ezzel egy probléma van, hogy a mitikus világban is már például teljesen egységesnek találták a világot. Olyannyira, hogy az istenek maguk részei voltak a természeti világnak. Erről beszéltünk, úgy emlékszem, előző alkalom. Ezek nem transzcendens istenek, tehát a világban, hogy mondjam, Zeus és a Gellért hegy két azonos létező, mind a kettő a teljesen egységes világnak része. Természetesen nem tudom megválaszolni a részben az általam felvetett kérdéseket sem, én csak arra akarom a társaságot bátorítani, hogy amikor ilyen nagyon plauzibilis világnézeti paneleket fedezünk fel a saját tudatunkban, hát legalábbis az embernek van üres órája, és hogy mondjam, egyéb programja nincs, érdemes részleteibe belegondolni, hogy honnan tudom én ezt olyan biztosan. Ez egy lényegi, hogy mondjam, tovább elvitathatatlan emberi jog. Az ezen való tökörész, és nagyon sok mindennel kapcsolatban érzékeli az ember, hogy ilyen problémák vannak vele, hogy nemzedékek óta örökölt meggyőződések, amit a tankönyvtől a nagymamámig mindenki alátámasztott, ergo soha nem jut eszembe részleteiben kétségbe vonni, hogy de honnan tudom biztosan, hogy így van, azon kívül, hogy a 19. század első harmadában egy fontos ember ezt mondta, mondjuk. Ezt most egyszerű példának mondtam. Egy kiegészítést akartam ehhez a mitikus világügyhöz tenni. Azon érdemes például gondolkodni, hogy hát a görögök is, amikor éppen nem költői művekben vagy kultuszban találkoztak vele, a mitoszaikkal elsősorban úgy találkoztak, ahogy megint a tankönyveink alapján a nép életét a múltban elképzeljük. Magyarul, hogy mondjam, téli estéken, a kemence körül ülve, tengeri hántás közben mitoszokat meséltek egymásnak. Ez föltetőleg valahogy így képzelendő el, jól lehet, nincs róla semmilyen konkrét képünk. Azon érdemes gondolkodni, hogy elképzeljük általunk ismert mitoszok elmesélését ilyen alkalmakkor. Elképzelhető-e az, hogy egy ilyen mitosz meghallgatásakor egy még kiskorú görög, de akinek már benőtt a feje lágya, a kemence patkáján ülve azt a kérdést vesse fel a mitoszt éppen elmesélőnek, hogy te és ez mikor volt? Hogy ez egy elképzelhető kérdése. Most teljesen tegyük zárójelbe, hogy természetesen önmagában a mitosz mesélő dalnok nyilvánvalóan a kérdésre nem tud válaszolni, egyszerűen azért, mert a számunkra ismert típusú időszámítás a görögöknél ismeretlen volt. Tehát maximum, hát ugye mindenki meg tudja mondani, mit válaszolt volna egy ilyen kérdésre, hát az, hogy nagyon régen. Ebben teljesen igaza van, akkor a nyílteszű görög fiúcska esetleg föltesz egy még keményebb kérdést, azt a kérdést például, hogy az előbb Orfeuszról meséltél, és elmesélted, hogy részt vett az aranygyapjú utáni ismert hajózási hajszában. Te, ez az előtt volt, hogy szépséges felesége Euridiké meghalt, vagy utána? Na ez már egy súlyosabb kérdés. Nyilvánvaló, hogy épeszű görögnek ez a kérdés soha nem jutott az eszébe. Egyszerűen azért, mert spontán módon, anélkül, hogy gondolkodott volna rajta, tudta, hogy ez egy tökéletesen irreleváns kérdés a mitoszok esetében. Durván fogalmazva, a mitoszokban nincs előbb vagy később. A szónak ebben az értelmében,
Tehát ez körülbelül úgy képzelendő el, hogy amikor valaki azt mondta ennek a dallamnak, hogy te, mesélj nekünk valamit Orfeuszról, és ő elkezdte Orfeusz mitoszai közül, ami éppen az eszébe jutott mondani, a teljes görög mitológia az összes egyéb sztoriával együtt a hátterévé vált annak, amit ő éppen mesélt. Bizonyos értelemben ezt a hátteret úgy értem, hogy mintha előzménye lett volna. Na most, amikor ezt befejezte, és egy következő történet elmondására kérték fel, akkor az a történet lép az előtérbe, és például az egész Orfeusz történet, és az összes többi mítosz ennek a történetnek a háttereként jelenik meg. Nem tudom, világos-e, tehát ez nem egy összefüggő narratíva. Ez azért olyan borzasztóan fontos, mert ez számunkra egyszer s mindenkorra láthatatlanná vált a sajátlagos mitikus idő egy nagyon egyszerű oknál fogva. A legrégebbi mű, amiből mi a mitoszokat látjuk, és ezzel már a görögök is így voltak, az természetesen Homérosz. Na most ahhoz, hogy egy költő egy komplett történetet elmondjon, értelemszerűen valamilyen lineáris, kronológiai rendbe kell tennie, mert különben egyszerűen nem tudja elmondani. A háttér még borzasztó közel van, mármint az időbeli háttér, a mitikus háttér. Azt tudom maguknak példának mondani, talán lesz, aki emlékezik rá, ugye emlékszik valaki arra, hogy ki a legidősebb figura az akháj táborba? Nem rémlik senkinek? Hát a legöregebb figura Nestor. Ő a bölcs öreg az akháj seregbe, bizonyos kérdésekkel, mint a legbölcsebb öregemberhez hozzáfordulnak, mert ugye neki vannak a legnagyobb tapasztalatai, stb. Nem is ez az érdekes, hanem van az Iliászban egy részlet, ahol az ifjú hősök, Achilleustól kezdve Patroklosig bezárólag, hát azzal mulatják az időt, hogy hát itt van ez az öregember, a Nestor, aki mindent tud, olyan rettentően öreg, ez azt jelenti, hogy körülbelül mint a nagypapájuk. Nem, tehát időben csak ennyi a távolság a fiatal hősök és Nestor között. Mesélj nekünk a fiatal korodról. Milyen volt akkoriban a világ, amikor még nem volt trójai háború, nagyon fura elképzelni. Mire az öreg elkezd mesélni a fiatal koráról, és egy szempillantás alatt ott találjuk magunkat a kentaurok és lapiták háborújának a kellős közepén, amiben ő Heraklész oldalán részt vett. Ez borzasztóan fontos, ha belegondolnak, hogy a legősibb mitikus előidő is úgy jelenik meg, hogy az Iliász legidősebb hőse, aki mondjuk legalább 70 éves lehet, nek a fiatal kora az még belelóg ebbe a tökéletesen nem történeti ősidőbe. Magyarul a trójai háború történelmét élő hősök még egy élő figuránál rá tudnak kérdezni az abszolút történelem előtti korra, mert mindössze két nemzedékkel korábban van. Jó lehet, a fiatal hősök, föltehetőleg még sose láttak kentaurt, de itt ül köztük az öreg Nestor, aki hát fiatal korában kentaurokkal lebzselt egy adott, mitikus szituációban. Ez mind a mitikus időnek a sajátosságait mutatja. Én a magam számára, és ezt tudom javasolni másoknak ideiglenesen mindenképp, úgy szoktam megfogalmazni, hogy a mitikus ősidő, amiről hát ugye a nagy mitológia az tulajdonképpen teljes egészében a mitikus ősidőben zajlik, történik. A mitikus ősidőnek a fogalma az tulajdonképpen pontosan azt jelenti, amit magyarul ez a szó, hogy ősidő kifejez, az nem azt jelenti, hogy rohadt régi idő, vagy még annál is rettenetesebben régi idő, egyszerűen azt jelenti, amit a kifejezésen az időnek az őse. Ez nem olyan idő, mint amit a történelmi korokban élnek. A görög időszámítás, tehát többek között, ami miatt nem lehetett volna ilyen kérdést feltenni, hogy te és ez az Orfeusz mikor ment pontosan le az alvilágba, hogy felhozza a feleségét? Ez egy tökéletesen értelmetlen kérdés, már csak azért is, mert kifejezetten a számunkra jól ismert görög történeti időkben merül csak fel annak az igénye, hogy jó lenne valahogy datálni, hogy mikor mi történt, és hát valamihez ahhoz nyúlni kell, hogy lehet datálni valamit. Hát egyetlen dolog van, ami rendszeresen ismétlődik a görög történelemben, az olimpia. Azt ugye lehetett tudni, hogy az mindig 4 évente van, tavaly előtt volt egy olimpia, kezdjünk el visszaszámlálni.
Na most ez érdekes, hát rengeteg feljegyzésben maradt ránk a görög visszaszámlálás, aminél szokva ők aztán datálni tudták, hogy mikor voltak a görög-perzsa háborúk például. Most hasból mondom, mert egyáltalán nem emlékszem, de mit tudom én, a 10. olimpiász 3. évében. Körülbelül így néz ki egy jobb görög datálás. Természetesen az egyetlen probléma az, hogy ugyanaz áll elő, mint Nesztor életrajza esetében, hogy még kb. 3 olimpiászig látnak vissza, és tudják, hogy melyik város, melyik, nem tudom, birkózója nyerte, vagy ilyesmi, aminek következtében ők nem tudom, nagyon sok olimpiászig számolnak vissza, ez rögzítve van, ennek körülbelül a negyediktől kezdve teljesen egyértelműen belelóg a mitológiába. Tehát ezek akkor jönnek, az az olimpiász, amin Heraklész még részt vett. De nem ő nyerte, hanem egy kentaur. Most hülyéskedek, de körülbelül így néz ki, na most, amiről itt szó van, és ami a Biblia és a mitikus világ viszonya szempontjából fontos lehet nekünk, erre, hát nem tudom, van-e maguk között történelem szakos, hát erre van nekünk egy modern időkben született, teljesen stabil terminusunk, különbséget tudunk tenni a relatív datálás és az abszolút datálás között. Most ez egy kulcskérdés ezeknek a világoknak a belső szemlélete szempontjából. Relatív datálásnak ugye azt nevezzük, amikor a történész azt meg tudja mondani, hogy egy adott esemény milyen eseményt követően következett be, és ő rá esetleg milyen esemény. Tehát magyarul el tudja helyezni abban a relatív, sorban, hogy milyen esemény volt előtte, milyen esemény jött utána, és ez az esemény, amiről beszélünk, csak a kettő között következhetett be. Abszolút datálásnak azt nevezzük, hát amikor maguk a papírjuk tetejére odaírják, hogy 2011. Tulajdonképpen ezt nevezzük abszolút datálásnak. Abszolút datálás az egyszerűen úgy áll elő, hogy van valamilyen olyan, ha egyszer s mindenkorra rögzített esemény, amitől kezdve az idő pozitíve mifelénk, negatíve, tehát mint időszámítás előtt visszafelé számolhatóvá válik. Természetesen lehet erre mondani, hogy az bizonyos értelemben lehet egy kitalált esemény, de ez mindenképpen abszolút datálás, mert ez többé nem azt mondja meg, hogy mi volt előbb és később, hanem azt is megmondja, hogy mennyivel előbb és mennyivel később. Ezt nevezzük abszolút datálásnak. Ismeretes módon a mi civilizációnk esetében Krisztus születése az az esemény, amely egyszer s mindenkorra abszolút datálási alapként lett rögzítve. Magyarul, ha tetszik, a Golgotánál van rögzítve ez az időszámítás. Azóta mi pontosan meg tudjuk mondani évről évre, hogy megint egy évvel távolabb vagyunk attól az abszolút rögzített ponttól. Na, ehhez hasonlót az egész mitikus világ nem ismer. Ennek az alapvető körvonalai a Bibliában, eredetileg az Ószövetségben rajzolódnak ki. Hát aki a Bibliát elkezdi forgatni, az látja, hogy ott rendszeresen vannak időadatok. A fene tudja, mennyire megbízhatóak ezek az időadatok, de vannak időadatok. A két bibliai társaság között ebben csak az a különbség, hogy ugye a kereszténység Jézushoz köti ezt az abszolút dátumot, a zsidóság pedig föltetőleg ennek példája mentén valamikor a korai középkorban a bibliai adatok mentén visszaszámlált a világ teremtéséig. És ott úgy adják meg az adatokat, hogy a világ teremtésének 5700-dik, én nem tudom melyik évében. Van valami egyszerű képlet, amit én minden alkalommal elfelejtek, amivel az egyik időszámítás átszámítható a másikba. Mit tudom én, tipikusan relatív datálás például ilyenek, mint az egész ókori kelet örök kronológiai problémája a történészek számára az, hogy harmadik Thotmesz trónra lépésének 4. évében, ami azonos, mit tudom én, Uruk királyának, uralkodásának nem tudom hányadik évével. Jó, most már azért eljutottak oda, hogy ez egy viszonylag stabil kronológia, és át lehet számolni. Az egyik ilyen jellegzetes, mindenki számára talán ismert Luke, az volt nagyon sokáig az egyiptomi kronológiát képtelenek voltak rendesen összehozni az egyéb ókori keleti kultúrák már többé-kevésbé rögzült kronológiájával, és akkor végre egy régészeti felfedezéssel
kiderült, hogy mi okozza ezt az egészet, kiderült, hogy van egy elfelejtett fáraó, Eknaton, akit még maguk az egyiptomiak igyekeztek ugye úgy elfelejteni teljes sikerrel, hogy ott egyszer kimaradt néhány évtized a kronológiából. Előásták, sikerült belőni, hogy ez pontosan mikor élt azóta, amennyire én tudom, ez kronológiailag rendben van. Ha már ez szóba jött, akkor azt mindenképpen érdemes itt tudni, hogy hogy lehet az abszolút datálás, hogy mondjam, alapjaira szert tenni. Ez egy nagyon fontos, legalábbis a mi civilizációnkban, vagy ha jobban tetszik, a nyugati kultúra szempontjából ezt viszonylagos pontossággal meg lehet tulajdonképpen fogalmazni. Ha belegondolnak abba, nem tudom, hogy van-e önök között olyan, aki az általunk ismert legrégebbi keresztény krédónak olvasta már a szövegét, ez tulajdonképpen még azért mai, hogy mondjam, liturgikus szövegek környezetében is fel tud újra meg újra bukkanni. Tudjuk az eredeti szöveget a második századból, ami, hát ugye körülbelül úgy hiszek az egy élő Istenben és az ő fiában, Jézus Krisztusban, nem érdekes, hogy néhány esemény. A legfontosabb mozzanata ennek a krédónak, amire most fel akarom ügyni a figyelmet, hogy aki, de ez és ez történt, nagyon kevés esemény van elmondva, megfeszítetett Poncius Pilátus idejében. Ez szerepel az ős krédóban. Amire ezt fel szeretném hívni a figyelmüket, ugye gondolom szépirodalomból mindannyian ismerik azt a szép magyar, hogy olyan, ez nem közmondás, nem tudom, hogy hívják, mondást. Egyszerűen, hogy kerül Pilátus a krédóba. Ugye nyilván van, aki már ezzel a, úgy csak találkoztak vele, az egri csillagokban biztos előfordul. Na most erre mi ma tulajdonképpen úgy reagálunk, hogy ez körülbelül azt jelenti, hogy kerül a csizma az asztalra. Na most, de nem azt jelenti. Tulajdonképpen baromi fontos, hogy miért valóban ez az, mondjam, fontos dolog volt az evangéliumokat olvasva, természetesen Pilátusnak elég lényegi szerepe van, de hogy ez annyira fontos legyen, hogy századokkal később is egy hívő keresztény krédójában, tehát a hitvallásában megjelenjen Poncius Pilátus, tehát tegyük össze, annyira azért nem fontos figura. Jó, nekünk jól jött, mert a Bulgakovnak nyilván így jut eszébe a Mester és Margaritába ekkora szerepet tulajdonítani neki, de azért, hát azért futottak még. Hát például Poncius Pilátus egyszerűen egy izé volt, egy gubernátor, abban az időben azért volt császár is. Szóval miért pont ezt a figurát? Tulajdonképpen ha végigolvassuk a keresztény krédót, az a sajátossága, hogy Poncius Pilátus az a pontja a krédónak, ami a valóságos történelembe horgonyozza le. Ha tetszik az evangéliumi sztorit. Ugye, ha őt kiszedem, akkor bármikor és bárhol megtörténhetett volna a Krisztus történés. Majd fogok beszélni más alkalommal arról, hogy a korai századokban volt is olyan kereszténység, tehát volt a kereszténységnek olyan fajtája, amelyik közömbösnek tartotta, hogy mikor és hol történt a kereszténységet megalapozó Krisztus történet. Magyarul az, hogy Isten kedden inkarnálódott-e vagy csütörtökön, ez azért egy elég lényegtelen kérdés. Na most látható, hogy akik az őskrédót megfogalmazzák, azoknak ez marhára nem egy lényegtelen kérdés. Még egyszer mondom, tulajdonképpen azért, mert ezek az abszolút datáláshoz nélkülözhetetlen pontok úgy jönnek létre, hogy a földi történelem és egy metafizikai történés eseményei egybeesnek. Ennek a pontos megjelölése az, hogy ez Poncius Pilátus palesztinai gubernátor idején történt, abban a pillanatban pontosan tudjuk datálni, földrajzilag meg tudjuk határozni a helyet, datálni tudjuk, hogy ez melyik császár idején, a Római Birodalom fejlődésének melyik fázisában történt. Tulajdonképpen ennél a közlésnél, ennél a megalapításnál fogva hatol be a konkrét emberi világtörténelembe egy, ha tetszik, azon túli esemény, de attól kezdve benne van. Most, hogy ennek az igazságáról ki mit gondol, az tökéletesen irreleváns abból a szempontból, hogy, még egyszer mondom, az abszolút datálás lehetősége azzal áll elő, hogy valamilyen abszolútum és a konkrét, egyáltalán nem abszolút történelem
egy eseménynél fogva egymásba kapcsolódik. Ez gondolom, ez így világosan érthető. Tulajdonképpen ez az, amiben a bibliai gondolkodás egészen alapvetően eltér a mitikus gondolkodástól, nem abban, hogy nincs politeizmus, vagy abban, hogy a mitoszokat tulajdonképpen elutasítja, tudat alá temeti, ilyeneket is szokás írni, valamiképpen effektíve az, ami ahonnan a világot szemléli, az tökéletesen más a kettő között. Erre most még rengeteg szórakoztató példát tudnék mondani. Lehet tudni például, hogy egy alkalommal Arisztotelész és legjobb tanítványa Teofrasztosz azon vitatkoztak, hogy Epikúrosz vajon tényleg élte, vagy csak egy mitikus alak. Ez egy hallatlan, hát nyilván már nem voltak, Epikúrosz kezével írt kéziratok a birtokukban, tudták, hogy körülbelül miket tanított, de hogy ezen nagyon komolyan képesek voltak vitatkozni, ha belegondolnak abba, hogy mindössze 3 nemzedékkel élt előttük Epikúrosz, akkor azért ez elég vad a mi szempontunkból tekintve, hogy valamiképpen egyáltalán el tudták gondolni, hogy hát ez egy mitikus alak, hát talán annyira még nem, mint Heraklész és a kentaurok, de úgy a határán van ennek, pár nemzedékkel előttük élt, ugyanúgy, mint Nesztor a Homérosz hőseinél. Most ezt azért érdemes összevetni azzal, hogy teszem azt az egyiptomiak a 18. dinasztiát 18. dinasztiának hívják. Név szerint tudják a megelőző 17 dinasztia uralkodóit, a saját időszámítások szerint nagyjából vissza is tudnak számolni, hát ha nem is a birodalom megalapításáig, de csak nem. Most ezzel kapcsolatban van egy hallatlanul izgalmas észrevétele Spenglernek, akinek az olvasására mindenkit lelkesen rábeszélnék, hogy tessék a Nyugat alkonyát elolvasni, megvan ragyogó magyar fordításba, Oswald Spengler. Bár azzal nagyon sokat nyer az ember, ha csak az első kötetét elolvassa, az első világháború idején keletkezett, és elmondhatatlan, de a lényege tulajdonképpen az, hogy bizonyos korrelációkat állít. Tehát olyan tényezőket vél, szerintem joggal, a kultúrák történelmében felfedezni, amelyek erősen korrelálnak ugyanannak a kultúrának valamely más aspektusával. Ebben van néhány egészen zseniális meglátás, mint a görög képzőművészet sajátosságai és a görög matematika sajátosságai között. Így például az a tény, hogy a görögök teljes történetük során soha nem fedezték fel a negatív számokat. Ez egyszerűen nem jutott senkinek az eszébe. Ugyanígyébként a nulla is hiányzik a görög matematikából. Na mindegy, az, amit Spengler például ezzel kapcsolatban, amit az előbb elmondtam, görög időszemlélet kapcsolatban elmond, egymás mellé állítja ezt a két dolgot, amit az előbb elmondtam, tehát Arisztotelész és Teofrasztosz vitája, élte valaha Epikúrosz, és az egyiptomiak, hogy mondjam, nevezzük idézőjelbe történelem ismeretének. Majd azt mondja, hogy azért a vak is látja, hogy itt valami korreláció kell, hogy fennálljon a között, hogy a görög ókor az első pillanattól kezdve az utolsóig égette a halottakat. A Egyiptom, nem kell részletezni, hogy ott ennek az ellenkezője történik, és utána egy zseniális elemzés jön a múlthoz való viszony különbözősége, ami a halott kultuszból világosan leolvasható. Ez például erősen érinti azt, amiről beszélünk, tehát az időhöz való viszonyt, és akkor, mivel már csak perceink vannak hátra, itt vissza tudunk ide csatolni, tehát az elején ugye arról beszéltünk, hogy két olyan stádium van a vallástörténetben, amikor nem létezik, és valószínűleg nem is létezhet. Misztika az egyik, a mitikus világ, amiről beszéltünk. A másik, amikor nem létezik misztika, Gershom Scholem szerint a nagy monoteista vallások keletkezésének a történelmi pillanata vagy korszaka. Ugye az első azért, a mitikus világot Scholem arra hozta fel, hogy túl kicsi
még a távolság Isten és ember között ahhoz, hogy a misztikus, extatikus vagy egyéb erőfeszítéseivel át kellene hatolni ezen a távolságon. Bizonyos fokig, hogy ennél sokkal jobban hasonlítanak hozzánk az istenek, ha tetszik. A nagy monoteista vallások keletkezését Scholem azért jelöli meg, mint a képtelenség, hogy misztika keletkezzen, mert ez az a pillanat, amikor megnyílik ez a szakadék. Tehát ez az a pillanat, amikor Isten és ember között, jobb szó hiány, hagy használjam ezt a kifejezést, ráeszmélnek arra, hogy olyan mérvű a különbség, hogy tulajdonképpen át se lehet látni azon a szakadékon. Hát ez az, amit ugye modernebb teológiai nyelven úgy fogalmaznak meg, hogy Isten mint az abszolút más. A görög istenek relatíve mások, mint az emberek. A bibliai Isten annak, mindenek előtt annak következtében, hogy ő teremti az egész létezést, egészen felfoghatatlan és átléphetetlen mélységű szakadékkal van tőlünk elválasztva. Tulajdonképpen egyszerűbb nyelven ezt úgy lehetne megfogalmazni, hogy a nagy monoteista vallás vagy vallások keletkezése az a pillanat, amikor a véges emberi személlyel egyszer csak szembe lép a végtelen személy. Bármit jelentsen is ez a végtelen személy, mert ez hogyan fogalmilag egy nem pontosan körülhatárolható valami, de hát tulajdonképpen véges és végtelen, mondjuk leegyszerűsítve, az, amik itt egymással szembe találják magukat ebben a pillanatban. A görög, és nem csak a görög mitikus világ semmi hasonlót nem ismer. Ez nagyon fontos, és itt azért hadd jelezzek vissza, belemenni már nem tudunk, de ilyesmire gondoltam, amikor kissé frivolan azon próbáltam gúnyolódni, hogy a politeizmusból hogy jön létre a monoteizmus. En sokkal nagyobb a különbség a kettő között, mint hogy az egyik esetében valamiből sok van, a másikban meg csak egy van. Erre a kérdésre a Biblia miatt erősen vissza fogunk térni, hogy a monoteizmus az elég hülye kifejezés egyébként, de mindenképp a monoteizmus nem azt jelenti, hogy Isten egy olyan hiánycikk, amiből összesen egy darab van. Egész egyszerűen nem az egyetlen volt a legdöntőbb vonása annak, amit monoteizmusnak neveznek, jobb hiány talán azt mondanám, hogy a kivételes egyetlensége az, amin itt sokkal nagyobb hangsúly van. Erre vissza fogok majd térni. Záromondatként azt tudnám mondani, hogy a bibliai vallásoknak a legalapvetőbb fogalmai, például a teremtés, kinyilatkoztatás, megváltás. Az, amit ténylegesen monoteizmus alatt érteni kell, az éppen nem az, hogy Istenből, még egyszer mondom, összesen egy darab van, ami, hogy mondjam, minden nem infláció leve lehetetlenné tesz. A fő dolog, ami a monoteizmust igazából, tehát a bibliai vallást kiteszi, az az, hogy a teremtő, a kinyilatkoztató és a megváltó az egy. Ez borzasztóan fontos, mert ez az, ami a bibliai vallástörténet során, mind a zsidóságban, mind a kereszténységben, egyébként mind a mai napig, rendszeresen felbukkanó belső erő, ami ezt az egységet akarja megbontani. Mármint annak az egységét, hogy aki teremt és aki megvált, például az egy és ugyanaz. Hát erre akkor legközelebb ebbe a kérdésbe belemászom, mert ez nagyon fontos, úgyhogy a gnózisról legközelebb, a gnosztikus eretnekségekről legközelebb lesz szó. Köszönöm a figyelmet, akkor én most elvágtatok. Elhangzott Rádióegyetem, bibliai kánon és vallásfilozófia. Tatár György, a görög mitológia történet és a történelmi narratíva. Az ELTE BTK-n 2011. október 5-én elhangzott előadás felvétele. Hangmérnök Kenyeres Balázs volt.